Sziasztok srácok, itt ismét Démien, eljött egy újabb kártyabontás ideje. Ebben a videóban meg fogjuk nézni a Cobra decket, ami egy elég különleges csomagnak tűnik, és meg is szabadulunk gyorsan a fóliától, mert hát ettől sok mindent nem láthattok. Ööö, pöp -pöp -pöp Hol tudunk megszabadulni legkönnyebben? Hát itt. Elég érdekes, középre helyezték ezt a levevő kis részt, ami nem túl szerencsés, és elég nehéz is megszabadulni tőle. Hát igen. Egy pont már jár a csomagnak, de legyen ez a legnagyobb problémánk. Minden esetre celofántól megszabadulunk, és akkor láthatjuk, ó, tapintásra, így most első mintha kicsit ilyen bársony bevonata lenne, papír, de mégis ilyen nagyon furcsa, sejmes érzése, érzés, elég extra. Na, nézzétek meg a dobozt, Cobra Deck, egy nagyon szép dombornyomott kobra motívum, túloldalt ez az arany kobra dombornyomás, itt még az oldalán is végig jönnek ezek a kis kobrák, alul ugye a GP Games LTD, Ö felirat, és ez egy kártamundi csomag egyébként, nyissuk is ki, nézzük meg. Ó, nézzétek, még a füleken is ott jönnek a kis kobrák. Ö, még egy becsomagolás. Ö, ezt, ezt, az egyet, ezt az egyet nem értem, hogy miért kell duplán csomagolni így a, a kártyákat. Ez tényleg nem, mert fóliából amúgy is elég, minek dupla. Elég és akkor ráadásul még az embernek az idegeit is tépázzák, mire ezt ki tudja nyitni. Tötötötötötöm, na, megvagyunk. vagyunk. Ezt legalább szebben ki lehetett nyitni, nem mint hogyha sokat számítana, mert ezt a fóliát úgyse tartanám meg. Na, nézzük akkor, hogy ó, már csúszik. Nézzük milyen a kártya. Kártemundi csomagról van szó, ó, nagyon puha egy puha csomagról van szó. Nézzétek, meg lehet látni is, hogy mennyire puha a dolog. Hátlapját tekintve egy ilyen kobra dizájnt kapott, ami nagyon jól áll neki. Ilyen szép vöröses színben pompázik, tehát nagyon szép csomagról van szó, legalábbis a hátlapját tekintve. Nézzük meg akkor az elejét. Picasso, két Összegabajodó kobra, szerintem tök jó néz ki. Hát azt nem tudom, bevallom őszintén, nem emlékszem, hogy maga, hát nem, nem bicycle típusú, tehát ez az alaptípusú indexek és, és színjelölések vannak, mert kicsit ilyen dizájnoltnak tűnik de jól olvasható. Hát maguk a figuráslapok azok klasszikusok, a színei tekintve kicsit olyan sötétebbek az átlagnál, tehát nem olyan világosak. Körász ugyanaz, itt mind ugyanaz, itt is láthatjátok a számok, számok, mint hogyha vastagabbak lennének, mint a vastagabb betűtípussal lennének véve. Ö, azt nézem, hogy maga a, a tinta, ha megnézitek, kicsit olyan lehet látni a fénybe is olyan csillogós, tehát mintha egy kis metálinket kapott volna, főleg ez az arany részt, Nézzétek, mondjuk a dámának itt a koronája. Olyan csillogósabb. Treffek, semmi extra. Bubi, dáma, király. Tehát rajzolatát tekintve igazából ugyanazok szépnek szép, és tényleg a, a csillogás az, 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 az megvan, az látszik, de egyébként semmi extra. A két Joker, egy piros, egy fekete, ezek is ilyen nagyon jól néznek, ilyen, látszik szerintem meta festéket kapott, tök jól néz ki, két kis kobránk, van egy dupla hátoldal, aminek nagyon-nagyon örülünk, illetve egy üres, aminek szintén örülünk. Nagyon szeretem azokat a csomókat, amikbe ezeket belerakják. Pontosan azért, mert rengeteg trükk van, amit én is ismerek, használok, és tök jó, hogy az ilyen extrémabb csomagoknál van ilyen kártya. Nézzünk vele egy, nézzünk vele egy fárót. Mit tud? Ó, nagyon, nagyon szépen egybe, egybe csusszan. Jó hangja van. Tökéletes. Na, srácok, igazából ez a Cobra deck, ez egy, hát dizájnját tekintve az ázt és a jokereket leszámítva, egy teljesen szokványos csomag, ami szerintem egyáltalán nem probléma, tehát én szeretem az ilyen szokványos csomagokat, mert legalább jól felismerhetőek. A hátlap az egy nagyon szép hátlap, tehát nekem nagyon tetszik ez az össze csavarodó kígyó momentum, azt nem tudom, hogy van Wayback design de szerintem ez teljesen mindegy, illetve az a két extra plusz lap, az nagyon jól áll neki, és örülök, hogyha egy csomagban van ilyen kártya is. Na srácok, ez volt a kobradek, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, dobjatok rá egy lájkot, like ne felejtsetek el feliratkozni sem, és legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!